Stubnya Béla pantomi művész széles mosollyal és invitáló kézmozdulatokkal várta mindazokat, akik a város történetét bemutató Érintsd meg, avagy Értsd meg a várost elnevezésű interaktív fal átadására és bemutatására érkeztek a Dornyai Béla Múzeumba április 28-án. A Salgótarján 100 éve város emlékév programsorozat részeként átadott virtuális kiállítás, Salgótarján megyei jogú város önkormányzata és a Salgótarjáni Rendezvény és Médiaközpont Nonprofit Kft. Közreműködésével valósult meg. A rendezvényen köszöntőt mondott Fekete Zsolt, Salgótarján polgármestere, aki beszédében hangsúlyozta, hogy korunkban az ismeretek átadását egy korszerűbb szemlélettel a fiatalok nyelvén kell megvalósítani, amire kiváló eszköz az interaktív fal. 2022. január 27-én megkezdett Salgótarján 100 éve város emlékév már eddig is sok kiváló, érdekes, lélekemelő és léleképítő programot kínált. A ma átadandó attrakció pedig, azt hiszem, igazi különlegesség, már-már varázslat, az én generációm számára mindenféleképp. A Salgótarján építészeti és ipartörténeti múltját játékos formában bemutató interaktív fal kifejezése mögött azaz alapelvált, hogy a múzeum a tanítás, az ismeretterjesztés egyik alapköve. Hasznos és kreatív pedagógiai helyszín, és a világtrendeknek megfelelően egyre vonzóbb közösségi tér, élményhely. A múzeum igazgatója dr. Sah Gabriella elmondta, hogyan valósult meg a korábban csak álomképként létező projekt, és hogy milyen mérföldkövet jelent ez a 21. századi eszköz a tanulásban. Körülbelül 2 évvel ezelőtt, amikor kollégáimmal együtt Szegedre látogattunk, akkor megtekintettünk ilyet, hogy Szeged torta. És ott valami csuda dolgokat láttunk, akkor még valóban álmodni sem mertünk olyat, hogy akár itt nekünk Salgótarjánban lehet ilyen. Arról, hogy az eszköz használói milyen épületekkel, állatokkal, tájakkal találkozhatnak a játék során, ezt dr. Fodor Miklós Zoltán történész osztotta meg az érdeklődőkkel. Gondolkodtunk, hogy hát medves, medve, és akkor ugye meg is jelentek itt szép számmal a medvék, ugye a környék faunájának számos képviselőjeit megjelent, és ugye mik voltak azok az emblematikus épületek, amelyek ebbe a játékban megjelennek. Megjelenik mondjuk az üveggyár, mindjárt 1960-ban épült irodaépülettel emelkedik ki a földbe, nyilván tudjuk, ez nem így van, ezek jelzések, tehát a játékhoz tartoznak. A játékos tanulás segítő falat Bóka Zsolt a rendszerfejlesztője mutatta be, akinek ebben segítségére volt a szórakoztatás néma mestere, a pantomim előadó. A bemutatót követően a résztvevők birtokukba vehették a virtuális kiállítást és kipróbálhatták ügyességüket a gyémántbányászatban és interaktív módon megismerhették Salgótarján történelmének fontosabb állomásait. A játék része, hogy egyedi színezésű állatrajzokat is be lehet szkenelni a programba, amelyek aztán időről időre feltűnnek, még élményközpontúbbá téve az interaktív tanulást.